A csomagolásmentes világnap, azaz szeptember 30-a alkalmából előadással egybekötött kiállításon vehetett részt a múlt pénteken az Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola és a Közgazdasági Kereskedelmi Iskola közel 50 diákja az Óbecsei Tánemlékházban. A rendezvényt az Ökobecse Polgári Egyesület szervezte. A kiállításon több mint 12 alkotás szerepel, amelyek a csomagolással kapcsolatosak. A képkeretek kartondobozból, maguk a képek pedig reklámújságokból, naptárakból, különböző papírokból készültek. Több alkalommal szoktunk ilyen kerekasztal beszélgetést szervezni az ifjúsággal, és hogy nem csak beszélgetés legyen a téma, hanem be is mutatunk egyes dolgokat a mi tapasztalatunkból, szóval a múlt évben újrahasznosított anyagokból készült használati tárgyak voltak, az idén ilyen művészeti alkotások vannak kiállítva, szóval a gyerekek már mind az a tanulók elég jól fel vannak készülve, és tudják, hogy nem szabad eldobálni szemetet, újrahasznosítás fontos, de a szöveg mellé, hogyha van valami megfogható vizuális kép, vagy valami, akkor több mindent meg tudnak jegyezni, és ez a tapasztalatunk, amit éveken keresztül szoktunk alkalmazni. Konkrét ez a kiállítás csomagolással kapcsolatos dolgok vannak kiállítva, szóval doboztatjuk, hogy milyen, ha igazságból beletekintünk a saját szemetesünkbe, látjuk, hogy egy rész konyhai hulladék, a másik része viszont csomagoló anyag, szóval, hogy a konyhai hulladékot tudjuk saját magunk komposztálni, a csomagoló anyagokat, amikkel különböző termékeket vásárolunk meg, hogy el tudnánk kerülni olyan részben, hogyha elmegyünk venni tojást, akkor visszük a saját tojástartónkat, vagy pedig vannak olyan termékek, amik mondjuk rá mérésre adnak, és akkor, hogy akkor is viszünk saját duncos üvegünket, vagy egy papírzacskót magunkkal, úgyhogy nem muszáj, hogy halmozzuk a hulladék. Az Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában a környezettudatos életmódra nevelés keretében a csomagolásmentességet a hulladék szelektálás után második lépésnek élik meg, mondta Sándor Magdolna, az oktatási intézmény képzőművészet tanára. Az iskolában ugye alapjából mi szétválogatjuk a hulladékot, de ugye erre is fel kell, hogy hívjuk a gyerekek figyelmét, és ezt úgy tehát beszélgetünk róla, meg tényleg nagyon tudatosak a gyerekek ilyen szempontból. Voltak ilyen akciók, hogy az alsós tanulókkal végig sétáltak a Becse utcáin, Tiszaparton, és akkor amit így találtak, akkor összegyűjtötték szemetet, kukába tették, és akkor így haladtak tovább. Tehát önállók ez egy élmény maradt, úgyhogy én gondolom azóta is ők nagyon tudatosan ezt így észreveszik, és tudják, hogy ilyet nem teszünk, hogy mindenfelé szétdobáljuk. És ők is elszomorodnak, amikor azt látják, hogy a fölnőttek pedig, vagy a nagyobb gyerekek, vagy már ki tudja, ki csinálja, mert állandóan csinálja valaki. Tehát a köztereinket is, a Tiszapartot is egyszerűen ellepi a szemét lassan. Tehát kicsit túloztam, de van benne valami. Az iskolában például felállítottunk két olyan szemetes kukát, ahol ilyen játékosan a szemetet be tudjuk dobni a szemetesbe, mint egy kosár palánkba, és nagyon sokan használjuk, ezért kevesebb a szemét az iskola területén, valamint nagyon sokszor ültetünk növényeket, és azokat gondozzuk a hátsó kertekben, illetve amikor ballagunk, akkor nem lufit engedünk el a levegőbe, hanem fát ültetünk. Az iskola van felállítva szemetes kuka, ahol például kupakokat gyűjtünk, és mindig tele van kupakokkal, illetve rajzórákon pedig hulladékokból szoktunk csinálni pályázatokra ilyen kalapokat, vagy egyéb ilyen kreatív festményeket és ilyesmit. Illetve én ezt a csomagolást nem jónak tartom. Szerintem, hogyha például ilyen dunsztos üvegben vannak a termékek, vagy adagolókban, sokkal jobb, mivel ugye a csomagoláson ábrázolva van a termék, és lehet, hogy nem is ugyanazt kapjuk, viszont átlátszó csomagolásban pedig lássuk, hogy milyen a termék, ami benne van. A kiállítása a Tánemlékházban egy hónapig lesz látható, amely magyarországi partnerszervezetek támogatásával valósult meg,
és a tárlat a határmenti településeken, Bácsalmáson, Ásotthalmon és Csávolyban is ki lesz szállítva, mondta Kis.